2000 nyarán alakult meg az első nyíregyházi Lions Klub, amely a kezdetektől fogva minden évben támogatja Józsa András Oktatókórház munkáját. A klub a hagyományokhoz híven 2017-es jótékonysági báljának bevételéből 600 ezer forintot adományozott a kórházzal közösen szervezett egészségnapok szűrőprogramjában érintett osztályoknak. Minden évben nagyon nagy örömmel és nagy alázattal fogadjuk ezeket az ajándékokat, hisz ezek az ajándékok a mindennapi betegellátást segítik különböző osztályokon. Elsősorban azokat az osztályokat célozza meg a Lions, ami egyébként az alapításának is az egyik célja volt, a szemészeti, tehát a vakok és gyengénlátóknak a segítés, és ezen belül még aztán kibővültek más szakterületek. Itt szemészeti osztályunkat, ortopédiai osztályunkat, belgyógyászati osztályunkat, gyermekosztályt segítenek úgy szintén olyan eszközökkel, amelyek a mindennapi életbe, betegellátásra is szükségeltetnek. A gyermekszemészeti rendelő például egy légkondicionáló berendezéssel, az ortopédiai osztály a budapesti csontbankból érkező combfejek szállításához használatos fagyasztóládával, az osztály pedig mikrohullámú sütővel, kávéfőzővel és egy olajradiátorral gyalapszik a felajánlás révén. A nyíregyházi Lions Club, én úgy érzem, a hazai Lions társadalomnak egy bástyája. Az a klub, amely olyan új dolgokat, olyan jó dolgokat mutat meg a Lions mozgalomnak a szellemiségéből, amelyet országosan is tudunk majd továbbvinni. Ennek egyik formája, egyik módja az egészségmegőrző programunk. Ennek keretében a kórházzal, az önkormányzattal együttműködve minden éve megszervezzük az egészségnapot, és ezen gyakorlatilag lehető legtöbb szűrést végezzük. A következő évek fő programja a diabétesz kiszűrése lesz a Lions klubok életében.